Nos, hát üdvözlök mindenkit a harmadik Tietek live streamben. Két hét most kimaradt, nem nagyon volt miről beszélnünk sajnos, de most már ismét összegyűlt annyi téma, hogy tudjunk egy pár tíz percet, akár egy órát is beszélni az elkövetkezendő időben. Úgyhogy szeretném is felsorolni az első, vagyis a témáimat először, amik nem lesznek más, mint az OMHV, miért fontos kitölteni, mit kell tudni az OMHV-ről, a hátteréről. Akkor lesz még egy kis szó, sőt inkább minél nagyobb szó a diplomaosztóról és a frissített információkról, a friss hírekről, ugyanis ez elég sok hallgatót is érint az elkövetkezendő napokban, hetekben, és utána a golyatábor friss információkról fogunk nektek beszélni, de például leleplezzük az új golyatábori logót, és néhány meglepetés, létszám, stb. Ilyenekről fogok nektek egy kicsit beszélgetni Rajával. És először is szeretném akkor üdvözölni dr. Almási Gábor dékán helyettes urat, akivel az OMHV-ról fogunk diskurzust folytatni. Úgyhogy üdvözlöm. Köszönöm szépen a meghívást. És akkor szerintem vágjunk is bele, ugyanis az OMHV az már sokaknak ismert kifejezés, talán nem mindenkinek, elsősök között még lehet, hogy nem mindenki ismeri. Reméljük, hogy a felső B-folyamról már többen találkoztak vele. Mit is jelent az OMHV? Ugye ez az oktatói munkahallgatói véleményezések kérdőív, amit mindenfél év végén, miután lezárult, vagy még épp nem zárult le a vizsgaidőszak, ki szoktunk rakni, és kérünk tőletek egy ilyen kitöltést, hogy véleményezzétek az oktatói munkát, bármit, amit észrevettetek a fél év folyamán. Néhány dologgal így elkezdeném, például, ami meghozhatja a kedveteket, hogy milyen előnyökkel járhat idén, ha kitöltitek ezt a kérdőívet. Az első és talán a legfontosabb, amire legtöbbször várnak a hallgatók, az az, hogy hamarabb föl tudjátok venni a tárgyaitokat a következő fél évben. Ez néhány órát jelent, de ez néhány embernek nagyon nagy segítség, főleg, hogyha csoportbontásba szeretne kerülni, egy olyan csoportba, ahol amúgy neki kedvezőbb az időpont. A másik pedig nem más, mint a PTS pulóvereknek a nyereménye, ez ugye előző fél évben is volt, úgyhogy ez most is így fog zajlani. Sőt, lehet, hogy streamekben is ezt meg fogjuk hirdetni, hogyha itt vagytok a Tietek Live streamnél, be tudtok jelentkezni például erre a úgymond tombolára, ahogy talán már egyszer volt rá lehetőségetek, és a stream alatt kiválasztjuk azt, aki nyert, az majd behozza a Neptunos validációt, és megmutatja nekünk, hogy tényleg kitöltötte, amikor átveszi a pulcsit. No, akkor remélem ezzel azért meghoztam valamennyire a kedveteket, ha nem, akkor majd a következő percekben ezt még inkább árnyalni fogjuk, ha nem is a kedvezményekkel, de hogy milyen hatásokkal járhat például az OMHV, és ezt kicsit inkább most már a tanári oktatói szemszögből, hogy a hallgatók is átérezzék, hogy ezért erre miért is van szükség, és hogy miért fontos ezt kitölteni. Ezen kívül még azért néhány dolgot az elején előjáróban elmondanék, hogy például milyen kitöltési eredményeket értünk el az előző fél években, és ehhez már hozzá is csatlakoztatnám a következő pontomat, hogy hány százaléktól érvényes, ugyanis 25%-tól érvényes maga a kitöltés, és 27%-ot értünk el az előző fél évben. Nem volt olyan nagy túlbuzgóság a hallgatók körében ezt kitölteni, azért örülünk, hogy elértük ezt a számot, de előtte fél években volt már 40% fölött is az összkitöltöttség, úgyhogy szeretnénk megint ilyen magasságokba menni, és nagyon szépen szeretnénk titeket megkérni, hogy töltsétek ki, nagyon fontos, és mindjárt beszélünk a következményekről is. De talán akkor kezdjük el azzal egy ilyen tágabb kérdéssel, amit már dékán helyettes úrhoz fogok szegezni, egy kicsit tényleg tágabb a téma. Miért fontos kitölteni ezt a kérdőívet? Úgy nagy vonalakban. Igen. Az igazság, hogy az OMHV-nak nincsenek nagyon mély hagyományai a magyar felsőoktatásban. Ezt pontosan tudjuk, hogy az oktatás az nagyon gyakran egy erősen aszimmetrikus rendszer. Eljátszhatom én most az oktatót, aki elmondja, hogy hogy jön ahhoz a hallgató, hogy véleményt alkosson. Én vagyok az, aki 20-30 akárhány éves tapasztalattal pontosan tudom, hogyan kell ezt csinálni, és így tovább, és így tovább. De ez egy rendkívüli módon csalóka dolog, mert ez nem erről szól. Ráadásul nyilván egy picikét terheli az OMHV-t az is, hogy
hogy a hallgatóság az esetleg tart is attól, hogy az ő őszinte véleménynyilvánítása az valamilyen formában károsan visszahull az ő nyakába. Ha nem az ővébe, akkor majd a következő hallgatóiba. Tehát ezek nem jó erőjelek. Ugyanakkor most elvonatkoztatva ettől, hogy egy fél éves rendszerességgel megrendezett akcióról beszélünk, én, mint a lövészárak másik oldalán szereplő személy, azt nagyon pontosan tudom, hogy nincs annál fontosabb információ, ami a másik oldalról jön át. Én most egy picit, nagyon örülünk, hogy vége van a Covid időszaknak legalább, és úgy tűnik most, hogy vége van a Covid időszaknak, egy tapasztalatomat megosztom önökkel, hogy mennyire is rossz dolog az, amikor nincsen közvetlen hallgatói visszacsatolás. Én szeretek előadni, és pontosan tudom azt, hogy mennyire fontos az, hogy az ember akkor, amikor tart egy előadást, akkor kinéz magának néhány szemét, akiről ezeket a visszacsatolásokat várja. Nézi, hogy értik-e, hogy reagálnak-e rá, követik-e, vajon tényleg a gondolatmenet összeállhat-e, hiszen az előadó, az előadás maga műfaja, ez már nagyon filozofikus dolog, nem csak akarok ebbe nagyon mélyen belemenni, tulajdonképpen magának magyarázza az előadó, amit mond. Próbálgatja, hogy így jobban megérthető, úgy jobban megérthető, és folyamatosan nézi azt, hogy vajon a vevő oldalról jön-e erre valamiféle visszacsatolás. Ez én nekem a Covid időszak alatt rendkívül oda hiányzott. A fizika, ahol én azért az aktivitásaimnak egy részét kifejtem, pici évfolyamokkal van megáldva, vagy elátkozva, ki hogyan ábrázolja ezt a dolgot, de egy biztos, megszokott dolog az, hogy komoly hallgatói aktivitás van az órákon, szabad közbeszólni, értetlenkedni, ellenvetéseket megfogalmazni, és magától értetődően látjuk egymást. Ez nyilván a varázsa annak, hogy az ember 3-4-5-6 fővel beszélget. Ez ennél nincsen jobb. Amikor az ember tényleg a teljes közönséget azt kontroll alatt tudja tartani, legalább követni tudja azt, hogy mi történik. Na, ez ment a lecsóba a Covid időszak alatt. Lényegében az első néhány héten be lehetett csalogatni a hallgatóságot arra, hogy egy-egy kamera véletlenül bekapcsolódjon, és bizisten ez nem azért kell, hogy az ember azt lássa, hogy ott vannak-e, vagy nem reggeliznek-e közben, vagy bármiféle fajta ilyen felesleges vegzálás kategóriába tartozó dolgot akarna az ember ilyenkor ellenőrizni, hiányzik neki ez a visszacsatolás. Na, az OMHV az pontosan ilyesmi, csak ez nem egy ilyen instantán dolog, nem a pillanatról szól, hanem hát egy visszatekintő, egy fél évre visszatekintő véleményalkotás. Tehát ez, én azt gondolom, hogy az egész hallgatói-oktatói kapcsolatnak a legértékesebb eleme. Ráadásul azzal, hogy ez azért a lehetőségekhez mérten anonimizálva van, tehát nehéz visszabogarászni akár azt, hogy pontosan honnan is jött a vélemény, én azt gondolom, hogy a hallgatói gátlások is itt oldhatók fel, ebben a formában oldhatók fel a legjobban. Tehát ez a visszacsatolás, ez nagyon fontos. Én tudom azt, hogy a modern idők azok nem kedveznek az OMHV-nak. Én egy régi emlékemet szeretném önökkel megosztani. 1985-6-7, mit nem emlékszem már rá pontosan. Egy biztos, hogy akkor még tanárképzőkar volt, tehát együtt voltak itt a bölcsészek, TTK-sok, művészek akár. És még emlékszem a nevére is a bölcsész kollégának, aki amerikai egyetemi gyakorlattal jött vissza, és csillogó szemekkel hozta az illető intézménynek az aktuális kiadványát, ahol ezek a vélemények bizony meg is jelentek, amit izgatottan várt a hallgatóság is, és az oktatók is, hogy vajon mit tanultunk az előző időszakhoz képest. De ennek a jelentősége pontosan ez, hogy lehessen látni azt, hogy a dolgoknak irányuk van. Hogy a dolgok tudnak jobbak lenni. Tehát a hallgatóság addig, amíg csak az öklét rázza, mert valamivel nagyon elégedetlen, ez csak a fele a történetnek. Az is nagyon fontos, hogy az atrocitásokra fény derüljön, és én most egy kicsit dékán úrral beszélgettem a
mai tegnapi nap folyamán nem emlékszem rá pontosan, a dékán úr a lelkemre kötötte, hogy egy dolgot feltétlenül hangsúlyozzak, hogy van egy olyan minimális információ mennyiség, amihez elemi érdeke mindenkinek hozzájutni. Nevezetesen az, hogy a foglalkozások rendszeresen, rendben meg vannak tartva. Tudom, hogy erről nem illik így beszélni, hogy most milyen a fegyelem. Ez az online időben amúgy is követhetetlenné vált azért egy kicsit, vagy nehezebben követhetővé vált. De akkor, amikor voltak itt a karon ellenőrzések arról, hogy milyen az oktatási fegyelem, hát mit mondjak, nem biztos, hogy a kirakatban szeretném látni azokat a statisztikákat, amiket ezzel az adatgyűjtéssel itt elsősorban a dékáni hivatalnak a munkatársai összetettek. Ebben a hallgatóság nagyon sokat tudna segíteni. Ez a fajta fegyelem, ez mindenkinek nagyon hiányzik. Igenis, a hallgatóság tartsa nyilván azt, hogy ki késik el mindig, ki nem szól arról, hogy elmarad az óra, ki nem pótolja az elmaradt órát, és így tovább, mert a hallgatóságnak ebben az érdekei teljesen világosak. A hallgatóság tanulni jött ide. Ezeket az alkalmakat keresni kell, meg kell őket becsülni, és hogyha valami itt félremegy, akkor az a legfontosabb dolog, hogy ez ne maradjon rejtve. Ez nem bemószerolása valakinek, egyszerűen mindenki teszi az érdekeinek megfelelően azt, amit tennie kell. Tehát én azt gondolom, hogy az oktatási fegyelemben mindenképpen ragaszkodjanak az aktuális kérdőíveken ahhoz, hogy bizony a lelkiismeretes munkavégzés az tetten érhető volt-e az oktatónál. Ennek, hogyha 95%-ban igen a válasz, akkor mindenki rendkívül boldog lehet. Ha 90-85 lehet lefelé licitálni, ez mindig egy nagyon értékes információ. Tehát az, hogy a foglalkozások rendben megvannak tartva, az egy nagyon fontos dolog az én véleményem szerint. Aztán utána biztos, hogy törekedni kell arra, hogy vajon mi értelme van ennek a dolognak. Tehát profitál-e a hallgató abból, hogy az oktatásban részt vesz. Tudják, a modern világ az nagyon másmilyen már. Én is elmondhatom azt, hogy folyamatosan nagyon sokat tanulok, és bizony ezeknek a tanulási mechanizmusoknak egyre inkább a lényege az, hogy majd megnézek egy YouTube videót, majd letorrentezek egy jó könyvet, ad abszurdum egy másik egyetemnek jó előadásdiáit, és ebből tökéletesen lehet tanulni. Tökéletesen, de én azt gondolom, hogy még tökéletesebben, hogyha ez személyes kontaktuson alapul. Ez biztos, hogy egy olyan lehetőség, hogy ezt vizsgálni kell, hogy a hallgatóság megfogalmaz kérdéseket, és a kérdéseket, és erre valamilyen formában van válasz a másik oldalon. Nem gépek, emberek. Az oktatásnak az interakció az egy nagyon fontos része. Tehát az, hogy itt most együtt dolgoznak igazából a hallgatóság és az oktató egy projekten. Én azt gondolom, hogy a következő években nem akarok itt semmit se most vizionálni, mert biztos csak a vágyálmaim lennének ezek, de én várom azt, hogy legalább a képzésnek az előre haladottabb szakaszában, mesterképzésben mindenféleképpen, megjelenne egy olyan elem az oktatásban, amikor a hallgató az bizony már nagyon kicsit különbözik egy munkatárstól. A feladatokat hajt végre, projektekben vesz részt, kreativitással viszonyul az elsajátítandó anyaghoz, és az oktatási formáknak is ilyennek kellene lenni, hogy egyre jobban egy interakciót igénylő kapcsolatban van az oktató és a hallgató egymással. Az OMHV, mivel a nagy tömegű oktatás az mégiscsak a BSC fázisban zajlik, az még nem erről szól. Ott még csak az, hogy tényleg jól működnek-e azok az évszázados modellek, amelyikekkel ugye tanulásznak. Ebben nagyon sok mindent lehetne csinálni, de az alapjában nem egy oktatásmódszertani beszélgetés, hanem a hallgatói véleményezésről szól, ezért itt most én ezt nem is nagyon akarnám kibontani, hogy én még milyen lehetőségeket látok hallgató-oktató kapcsolatban. Maradjunk most annál, hogy most az OMHV-ről beszélgetünk. Amit én mindenképpen forszíroznék, hogy
Szerintem valamilyen formában erősíteni kell azt, hogy bizony az oktatók ezt akár büszkén be is vállalhatnák. Ugye most ugye a Neptun az az automatikus hatóság, ami a nyilvánosságnak a mértékéről dönt. Én, hogyha jól tudom, az OMHV eredményeik azok valamikor fölkerülnek a véleményezési időszak után a Neptunba, és akkor ott van egy időablak, amikor az alapértelmezést meg lehet változtatni, és az oktató mondhatja azt, hogy nem kívánja ezt, hogy ez nyilvános legyen. Csak az érintettek körében lehet ez nyilvános. Én azt gondolom, hogy ez nem akarok általánosítani, nagyon általános kijelentést tenni, de egy picikét az ilyenfajta tiltások, azok szerintem a feltett kézről szólnak, hogy nem, mert valamiért én magam vállalatatlannak gondolom azt, hogy ebbe belemegy. Tehát igenis az oktató okos buksi fejét simogatni kell, és mondani, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogy lehetővé teszi a nyilvánosságot. Ezt egy értéket a felszínen kell tartani, és bizony élni is kell vele. Tehát az, hogy pusztán nyilvános, én nem tudom, hogy alkalmasak-e ezek a neptunos felületek arra, hogy lehessen látni a statisztikákat. Hányan látták ezt? Lehet-e lájkolni egy véleményt? Tehát ez igenis a beszélgetésnek a része. És ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősíteni kell azt, hogy nyilvánosság az mindenkinek használ. Egy idő után szerintem megfutamodás kitérni a nyilvánosság erről, és én magam is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy vajon a hallgatóság kíváncsi-e ezekre a véleményekre, és az oktatók maguk is kíváncsiak erre, hogy vajon hányan nézik meg más a véleményt. Tehát én a nyilvánosságát ennek mindenféleképpen növelem. Egyetértek én azzal, hogy vannak itt mindenféle személyekhez kötődő jogok. Látom ennek a veszélyeit is. Hallom már nálam talán kicsit óvatosabb kollégáimnak a véleményét, hogy hát bizony elszabadul időnként az indulat ebben, és a vélemények azok nem teljes egészében objektívek, ne felejtsük el, a hallgatóság elszenvedte az oktatót, az oktató elszenvedte a hallgatót, szereztünk itt közben valahogy a sebeket, de mindenképpen ezt meg kell tartani, hogy ez egy objektív véleményformálási lehetőség, ami a nyilvánosságra tartozik. Az én személyes véleményem ezzel a nyilvánossággal kapcsolatban lehet, hogy pont az segítene rajta, hogy ne szabaduljanak el az indulatok, hogyha nyilvánosságra kerül a dolog, és nem a háttérben beszélnek erről a dologról, legalábbis én ezt így gondolom. És amúgy én is teljes mértékben egyetértek ezzel. Tudunk egy-két olyan oldalt, ami nem OMHV, de nyíltan lehet minden egyes egyetemről pontozni az oktatókat, és ott szerintem pont az annak a varázsa, hogy ott is névtelenül megvan adva, hogy milyen órán, és lehet látni azt, hogy kinek mi a konkrét véleménye. Ott nem az van, hogy egy személyes atrocitás érte a hallgatót, és azt pontozza, mert ha mégis, akkor ugyanúgy azt is meg lehet állapítani, hogy másnak meg nem volt ilyen. És más meg pont, hogy látta azt a hallgatót, és ha nyilvánosságra kerül ez a vélemény, akkor egy kicsit egyszerűbb kordában tartani, mint a háttérben erről sugdolózni. Szóval ez az én véleményem erről. Akkor esetleg menjünk tovább azzal, hogy miért fontos, hogy ne csak végig kattintassák, ha már eljutnak odáig a hallgatók, hogy kitöltsék ezt a kérdőívet, miért figyeljenek arra, hogy ne csak ötöst, vagy ne csak egyest adjanak. Tényleg, hogyha itt van egy szubjektív vélemény, akkor ne az árnyékolja be az összes pontszámot, hanem tényleg objektíven próbáljunk meg pontozni. Én szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát mondok egy példát, időnként ilyen jellegű kérdőívekkel az oktatói kar is szembenéz. Most hirtelen nekem utoljára az eszembe jut, hogy a kancellária valamelyik szervezeti átalakulása környékén kért véleményt az egyetemi apparátust elszenvedőktől, ezek elsősorban az oktatók az egyetemen, és ott elkezdtem magam figyelni, hosszúak voltak a kérdőívek, azok kifejezetten hosszúak voltak, tehát beletellett akár 20-30 percbe is, mire az ember átment a sok-sok lapon, sok-sok kérdéssel, és én azt vettem észre, hogy
hogy van az embernek egy alapvető benyomása, azzal ő úgymond nagy általánosságban lepontozza a dolgot, bízom benne, senki nem fog megsértődni attól, amit mondok. Az egyetemen van néhány olyan szervezet, aminek legendásan jó, vagy legendásan rossz a híre. Pontosan tudjuk azt, hogy az egyetemen a beszerzések, de különösen a közbeszerzések, azok közutálatnak örvendenek. És akkor, amikor én egyébként ismerek ott nagyon lelkiismeretes munkát végző személyeket, nehezen tudtam szabadulni attól, hogy gyerekeket, 10 pontos skálán 5-nél többet biztos nem fogtok kapni, mert a hétköznapi nyomorunknak vagytok az okai, még akkor is, hogyha nem személy szerint ennek. Ez én szerintem a hallgatóságnál ugyanígy igaz, hogyha valaki azt gondolja, hogy, és nem valaki, hanem az évfolyam, hogy irrealisztikusak a körülmények a vizsgán például, azt nagyon nehéz elmozdítani arról a pontról, hogy hát alapjából lesújtó a vélemény, és ez lehet, hogy érzelmileg van csak megalapozva. Tehát én ebben egy menekülési útvonalat látok, és nem is az, hogy most pontosan tényleg egyesetös osztályzatot mond, ugye digitális világban nagyra értékeljük a bináris döntéseket is, tehát nem akarjuk ezt most feltétlenül kivenni, majd az átlagolás teszi a dolgát. Az, hogy volt egy darab egyes és volt 4 darab 5-ös, az akkor be fogja tudni állítani a 4,3-at, így is, úgy is, amúgy is, tehát nem feltétlenül kell ezt mindenkinek nagyon finom mérlegelni, csak hát ez ellen hat az, hogy a TTK-n bizony az átlagos kurzus méret az nagyon kicsi. Tehát biztos, hogy vannak persze nagy csoportok, hát ugye Bence azért 30 fős gyakorlatokra szocializálódott. Igen, hát volt még 40 is. Igen, ott már jól működik az átlagolás. Igen. Ez akkor, amikor ugye pici a csoport, tehát mondjuk azt, hogy egy hagyományos TTK-s laborgyakorlat, amit a vegyészek, meg a biológusok, meg a fizikusok is működtetnek, ott a 10-12 főből már tényleg az átlagolás az rosszul működik. Tehát elsősorban, ahol arra lehet számítani, hogy kevés vélemény lesz, ott kellene nagyon megfontolni azt, hogy lehetőség szerint ne indulatból a skála valamelyik végére csapjunk oda. Ez persze nyilván a mostani világ nem igazán jutalmazza. Mert én szerintem nagyon sok mindent nehéz elmondani pontokkal. Nagyon sok helyen többet érne az, hogy ott szabad szöveggel oda lehessen írni, mi volt a probléma. Én emlékszem, hogy nem tudom, melyik oktatói munkát minősítő weboldalakra gondolt, nevezzük talán Mark My Professors-nak az egyiket, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy a PTE, de nem csak a PTE, hanem más egyetemeknek is eléggé polarizálta az oktatói gárdájának a viszonya ezekhez, mert ott bizony ezek a szélsőséges vélemények, ezek mondatok formáját öltik. Pontosan. És hát én magam is emlékszem olyan véleményekre, bizony benne senki nem fogja végigolvasgatni a sok ezer vagy tízezer bejegyzést ott, amikor higiénés kifogásokat fogalmaztak meg oktatóval kapcsolatban. Ezeket biztos persze az ember nem szívesen olvassa ott. És hát erről nem is kell, hogy erről szóljon egyiket az oktatási, vagy az oktatói munka hallgatói véleményezése. Biztos, hogy a feldolgozás nagyon nehezíti az, hogy szabadszöveges lehetőség is van, de szerintem erre keresni kell a lehetőséget. Tudom, hogy benne van most is igazából, hogy általában a kérdéseken szerepelni fog, de ezt kellene kitalálni, hogy ezt hogyan lehet normálisan kommunikálni. Akkor így ezt gyorsan így fel is tenném a kérdést, hogy mert ez volt itt nekem a pontokban, hogy mit érdemes beleírni ebbe a szabad megfogalmazásba, mi az, ami tényleg ott egy jó visszajelzés lehet, akár rossz, akár jó irányból. Ez a megjegyzés mező ugye most is van minden egyes kérdőívnek a végén, hogyha van valami, amit nem tudtál pontozni, vagy nem tudtatok pontozni, akkor ott le lehet írni a véleményeteket. Mi az, amit ott szívesen olvas még egy oktató, akkor is, hogyha az negatív? Igen. Én azt gondolom, hogy minden ilyen közlést elsősorban a szándék minősít. Amikor a jobbító szándék kiolvasatónak ott helye van.
Tehát én így osztályoznám a dolgot, hogy, hogy látható-e, hogy lesz kedvezményezettje ennek a vélemény nyilvánításnak. Fog-e ebből valaki tanulni? Válik-e ettől jobbá az, amiről most véleményt nyilvánítunk? Az már utána a hallgatói önkormányzatnak a problémája, hogy ezt ő hogyan artikulálja, mert hiszen sok ember sok különböző kis félmondatokat fog oda rakni. Én azt gondolom, hogy valamilyen formában vissza kellene ezt vezetni egy hallgató-oktató interakcióra. Vannak általában hallgatói képviselők intézeti tanácsokban. Hogyha ezeket le lehet desztillálni egy kijelentésre, 3-4 hallgató oda tett valami véleményt, ebből összeáll egy kép, hogy az látszódik, hogy tipikusan az oktató ebben, abban, amabban hát javításra szorul. Tehát, hogy valamilyen dolga. Most szándékosan nem akarok példát mondani, mert ez mindig a mindenkori kérdőívtől is függ, hogy, hogy mire fókuszált a kérdőív, de szerintem nem lenne ez haszontalan dolog, hogyha ezek a vélemények, amelyek szerintem a leghasznosabbak, amikor tényleg ember mond mondatot egy másik emberről, ezeknek a desztillátuma ez visszajutna. És erre egy tökéletes fórumnak gondolom az intézeti tanácsot. Nem kell ebből se vádiratot fogalmazni, se kínpadot berendezni, se piedesztát, semmit. Tehát nem ez a dolognak a lényege. A lényege az az, hogy nem veszett el ez a tartalmaz, hogy valaki a papírra ráírta. Én nem emlékszem hirtelen, most visszagondolok, hogy hogyan szembesülök én általában az oktatói munka hallgatói véleményezésével. Én ilyen kis csíkokra emlékszem, ahol az osztályzatok rajta voltak, hogy melyik műfajban ki mennyit kapott. Ebben ezekre a szöveges információkra nincs lehetőség, hogy ezek átmenjenek. Persze utána láttam én már ilyen Excel fájlokat, és a megjegyzésoszlopban ezeknek is egy része átment. És én most, mint intézetigazgató, bizony ezeket szaporában olvasgatom is, és teljesen betartva a személyiségi jogokat, ezzel adott esetben négy szemközti beszélgetésben a kollégát szembesítem is. Tehát én erre a hallgatóságot bátorítanám, hogy lehetőség szerint ne csak szlájdereket húzogasson, meg rádiógombokat bökögessen a lapon, bár az a leggyorsabb, de a véleményére, akkor abban, amitől ő azt várja, hogy ez jobbá tehető, arra szerintem igenis nagyon szükség van. Ez egy célzott eszköz, amit a legkönnyebb hasznosítani. Nagyon nehéz azt megmondani, hogy hát átlag 4,3 tized voltál, és akkor mi van? Még konkrét vagy kézzelfogható felvetésekre én szerintem igenis lehet diskurzust folytatni oktatóknak egymás között is. Ha én megígérhetem, akkor ez biztos, hogy el fogjuk juttatni ezekre a fórumokra, és kicsit megpróbáljuk még nagyobb hangsúlyt fektetni ezeknek a kidolgozására. Bence, ne értse félre a dolgot. Tehát most is ezekkel az Excel fájlokra, ezek a megjegyzések, ezek a vezetőhöz eljutnak. Ő az egyedüli személy, ezeket egybe látja. De én ebből ezt szeretném, hogyha ez egy kicsit kiszabadulna. Persze. Tehát én szerintem ez nem olyan, mint a hálószobatitok, ez bizonyos mértékig közügy. Természetesen nem úgy, hogy a kisdobos majd kidobolja azt, hogy mi van, de nem szabadna ezeket a fontos visszacsatolásokat ezeket megakasztani. Rendben, akkor szerintem menjünk is tovább, mondjuk egy következővel. Ugye ezt már beszéltük, hogy kik láthatják az eredményeket. Elsősorban ezt a tanulmányi referensünk nézi, és végén számolja is össze, átlagolja, értékeli ki, és utána ő jutatja el a megfelelő fórumokra. Tehát ez igazából így nagyjából már meg is lett beszélve. Milyen következtetéseket lehet levonni egy átlagolt pontszámból? Hát ugye ezt most beszélve, talán többet tudunk levonni, mint egy átlagolt pontszámból, mert ott nem tudjuk meg, hogy aki lehúzta, az miért húzta le.
hogy ahogy az előbb említettem, mondjuk egy 4,3-ból nem tudjuk meg, hogy annak az egy embernek mi volt a problémája az adott tantárgyal, ha nem is feltétlenül az oktatóval. Ezt mondjuk azért kiemelném, mert voltak sokszor olyanok, akik úgy töltötték ki a kérdőívet, hogy mindegyik kérdőívbe azt véleményezték, hogy az oktató milyen volt. De ugye ez nagyon fontos, hogy az egyik szól csak az oktatóról, a másik a tárgyról. Tehát ezt a kettőt külön szoktuk kiírni, és nem mindegy, hogy amúgy melyikre mit írtok. Lehet, hogy az oktató annyira nem, vagy lehet, hogy az oktató nagyon jó volt, de mondjuk a tárgy nem olyan, ami hozzá illet, és a tárgy annyira nem is volt jó, tehát ott a tárgyat kell pontozni, nem pedig az oktatót, és fordítva is igaz. Ezt akartam még így esetleg hozzáfűzni, nem tudom, hogy igen. Van-e tehát, még ilyen. Én azt gondolom, hogy nehogy az a kép alakuljon ki, hogy ezek a pontok, ezek valamilyen formában én szerintem haszontalanok lennének. Semmiképpen. Van itt, persze most fogunk búcsút inteni neki, olyan, hogy közalkalmazotti véleményezés. Tehát az oktatók ebben a tevékenységi körükben, amikor ők oktatóként jelennek meg, és a vezetőjük, általában a munkáltatói jogot gyakorló személy, ez vagy intézetigazgató, vagy a dékán, vagy a rektor maga, ezeket köteles figyelembe venni. Tehát ilyen közalkalmazotti minősítést, azt időről időre kellett mindenkiről csinálni, és bizony annak az oktatói munkahallgatói véleményezése az egy fontos eleme, megkerülhetetlen fontos eleme. Most új idők lesznek, majdnem közalkalmazottak lesznek ezek az oktatók, de én azt gondolom, valahogyan akkor is a munkáltató időről időre értékelni fogja az oktatókat, és erre biztos, hogy ezek a számszerű értékek, ezek triviális lehetőséget biztosítanak. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy hasznos része. Persze nyilván tudni kell jó kérdőívet összeállítani. Én most hivatalból az oktatói munkahallgatói véleményezése bizottságnak, ez egy kari bizottság a vezetője vagyok, ez egy tisztemből, dékánhelyettesi pozíciómból fakadó megbízásom, és ebben én azt állapítom meg, hogy bizony nagyon fontos lenne az, hogy legyenek olyan munkaanyagok, amelyek ezeket az összeállításokat úgy csinálják, hogy mintha receptet követnénk. Amit most mondott Bence, hogy a véleményezés az részben a tárgyról is szól, az én szerintem is egy kicsit nehezebben érzékelhető. Nem is vagyok benne biztos, hogy ezt az információt ugyanannyira kritikátlanul be lehet majd építeni, és most mindenki majd izgatottan nézi, hogy a hallgatóság megkegyelmezze egy tárgynak, vagy nem kegyelmez meg ennek a tárgynak, mert hiszen itt vannak olyan szempontok, amit a hallgatóság valamilyen oknál fogva rosszul érzik. Mondok egy példát. Én hát nem emlékszem pontosan mióta, de nagyjából 15 éve részt veszek a programtervező informatikusok, illetve gazdasági informatikusoknak a képzésében. Nem mindig a saját szándékomból. Vannak olyan helyzetek, amikor megkínálják az embert az egyes tárgyakkal, és hát bevállalja, kevésbé bevállalósabbja is bevállalja, csak fogát szívva vállalja be, tehát vannak ennek fokozatai, és hát én most nem fogom megnevezni a tárgyat, amelyikről most beszélek, de környezetem legalább 4-5 éven keresztül úgy hallott, hogy megyek, megtartom az elátkozott tárgyat. Hogy én azt mennyire gyűlöltem. Nyilván azért, mert lényegesen többet kellett rá készülnöm, akár annál, mint ami az előadás volt. Tehát ugye ilyenkor azért az oktatói munkát, azokat kontaktórákban szokás mérni, és hát én nekem is vannak olyan tárgyaim, amelyekre bevallom, hogy a készülés az nem több, mint egy negyed óra, fél óra.
átlapozgatás igazából az nem az, hogy most az ember ezeket mindig újra komponálná, vagy nem tudom én micsoda. Tehát vannak olyan tárgyak, amik lényegében magukat is megtartják már. Tehát megvannak a bevett fordulatai, paneljei, letisztult a cél, hogy az ember mivel, mit akar mondani. Ezt nem lehet elvárni, ezt a hallgató átlássa. Elsőre, aki most találkozik vele először. Tehát majdnem abszurd a helyzet. Tehát én kaptam olyan szöveges véleményeket tartalmazó, oktatókat minősítő honlapon, hogy nem akarom magam fényezni. Aranyos bácsi, ezt már kedves mondom a felvezetőjének, nem lehetne neki valami hasznosat tanítani. Oké, és én ebben az aranyos bácsival teljesen egyet értettem, a tárgy hasznosságával kapcsolatban meg már nem értettem egyet a kijelentéssel. Tehát én azt gondolom, hogy a hallgatóság nem föltétlenül van abban a helyzetben. És ezt higgyék el, olyan dolog, hogy bizonyos tárgyakkal kapcsolatban szükség lenne arra, hogy alakuljon ki egy olyan hallgatói vélemény, amit már tényleg figyelembe lehet venni, mert nem azt az egyetlen egy fél éves tapasztalatot hordozza, hanem már egymásra rakódtak. Önök vannak abban a helyzetben, itt a hallgatói önkormányzatnál, hogy mintegy akkumulálják ezeket a véleményeket. Lássák azt, hogy van-e iránya a tárgynak, javul-e az a tárgy, fejlődik-e valamerre az a tárgy. És ebben én szerintem ez úgy szintén nagyon-nagyon szükséges dolog. Én mondok egy példát. Vannak a, meg itt proginfo lesz a példa, amit mondani fogok, hogy olyan tárgyak, amiket én ilyen-olyan oknál fogva, de lehet, hogy pusztán csak azért, mert egy záróvizsgabizottságba belehívtak, látom kívülről az óriási jelentőségét. És nem vagyok benne biztos, hogy ez kifejeződik. Hogy hogyan kezelődik, hogy hány kontaktóra, hogy milyen módon van belőle komplex tárgy, hogy hol van az időben elhelyezve. Szerintem bizonyos tárgyak túl későn vannak, bizonyos tárgyak túl korán vannak, bizonyos tárgyakhoz nem hiányzik az, hogy frontális előadás legyen ehhez. Ennek a probléma csomagnak úgy szintén az OMHV-n keresztül kell folyamatosan fölépülni. Generációknak, a véleményeinek kell valamilyen irányának lenni, aminek utána kell valami olyan mechanizmus, ami ezeket képes hasznosítani, beépíteni a saját döntési mechanizmusaiból. Értem, hát köszönöm szépen, és teljes mértékben egyetértek ezekkel a dolgokkal. Mint mondtam, minden meg fogunk tenni, hogy ezt eljutassuk a megfelelő szintre és megfelelő fórumokra, hogy erről tudjunk beszélni a vezetőséggel, a TTK vezetői és a hallgatói önkormányzat is. És mondjuk mi van akkor, hogyha valakinek van valami észrevétele egy ilyen kérdéssel kapcsolatban, valami el lett írva, nem érti nagyon a kérdést, szerinte ezt akár máshogy kéne megkérdezni, célra ez vezetőbb lenne, kihez fordulhat ezzel kapcsolatban? Ugye az OMHV kérdőív összeállítás az teljes egészében hallgatói jogkör. Én egyébként nem vagyok vele teljesen elégedett azzal, hogy ez most jól van-e az egész megcsinálva. Ugye most az elmúlt alkalmakkor volt alkalmam még a kiküldés előtt ezeket a kérdőket látni. Én érzem benne a hallgatóságnak az egyenes és tisztességes törekvését erre a bizonyos jobbító szándékra, valós információkat begyűjteni ebben az eléggé absztrakt világban. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy az időzítések azok teljesen jók. Ugye jól emlékszem, hogy ez a vizsgai időszaknak már elmúlt egy-két hete, mire elindult. Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó dolog. Tehát az, hogy egy pozitív hangulat körbevegye ezt a nagyon fontos eszközt, szerintem a legtöbbet a tárgy oktatója tudna tenni érte. Tudná valóban ő maga kommunikálni ezt, hogy mennyire is fontos az, hogy ez a vélemény, ez megfogalmazódjon. Ennek szerintem közel kellene lennie valahogyan a szorgalmi időszaknak a végéhez. Hogy ott legyen még értelme annak, hogy az utolsó előadáson erre föl van hívva a figyelem. Meg van adva a lehetőség a hallgatóságnak, hogy papírokat megkerülve
már esemény után bizonyos értelemben valami tapasztalatok leszűrődjenek. Tehát én ezt ki akarnám, vagy ki szeretném venni ebből a skatujájából. Tehát én nehezen, én egy idealista ember vagyok, és nehezen mondok le arról, hogy amikor emberek akarnak másik emberektől valamit elérni, akkor azt miért nem mondják egymásnak? Lehetőség szerint akkor, amikor még mindenki egyformán emlékszik rá. Én nem vagyok tisztában ennek a jogi korlátaival, sőt, még technikai korlátaival sem. Lehet, hogy a hallgatóságnak erre van valamiféle racionális oka, hogy ez így elcsúszik. De gyengül bizony az információ azzal, ahogy múlik az idő. Ezzel is teljes mértékben egyetértett. Meg fogjuk nézni, mert konkrétan én sem tudom a szabályozásait. Viszont én is sokáig gondoltam úgy, hogy ez mire a vizsgaidőszakban elindul. Volt, hogy amúgy ez a vizsgaidőszak után, vagy az utolsó hetekben indult el, és ugye, mint most is, tehát ez nemrég indult el, ez már addigra tényleg elvész az információ. A hallgató nem emlékszik rá, mert lehet, hogy volt olyan óra például, ami tömbösítve volt az első hetekben, mert úgy lehetett mondjuk megoldani, akkor már nem nagyon emlékeznek arra a kontaktra, hogy ott mi is volt, hogyan történt, friss élményekre kell ezt ráépíteni szerintem is, úgyhogy erre is, már fel is írtam magamnak, hogy erre, ha lehet, akkor utána nézünk. Jó, és még volt egy kérdés, de az már inkább a chatről jött, és szerintem ezt a fiúk a ti segítségeteket fogom kérni. Meddig lehet kitölteni, ha még ki lehet? Azt tudom, hogy ki lehet. És arra is emlékszek, hogy július eleje, de nem emlékszek pontosan, hogy mikorra. Amíg ezt az információt megszerzitek, és esetleg beírjátok majd a chatbe, addig esetleg egy ilyen záró pár mondatot szeretnék kérni, hogyha még valamit szeretne Dékán helyettes úr ezzel kapcsolatban mondani. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok információt és ezt a kötetlen beszélgetést, mert szerintem erre szükség volt, és ez egy nagyon nagy hiánypótló mindenki számára, akár ha oktató véletlenül megtekinti a streaminget akkor is. Ezt amúgy ki fogjuk rakni. Július 5-én is úgy emlékszek. Ki fogjuk rakni amúgy Facebookra, és YouTube oldalunkon, tehát csatornánkon is meg lehet majd tekinteni. Beosztva témánként, időbélyegekkel, tehát mindenki látni fogja azt, hogy hány perctől mi következik és miről beszélünk. Szóval egy ilyen záró szót szeretnék kérni. Nagyon sok független gondolatra már nem számítsanak. Tehát én talán inkább hangulatában akarnám még ezt a helyére tenni. Ez nem az ökörrázás helye. Ez a bizalom légköréről kell, hogy szóljon. Tehát arról, hogy jobbító szándék az oktatói oldalról is, és az erről vélemény nyilvánító hallgatói oldalról is. Nyilván ez egy nagyon bonyolult dolog. És szokták ezt mondani, hogy a hallgatóság az bizonyos dolgokban irracionálisan viselkedik. Amikor nem követeli ki a minőségi oktatást például. Amikor valahogyan arra utalnak a dolgok, hogy hát úgy elsunyogjuk a dolgot. Ez bizony egy azonos érdekű tevékenység. Az oktatásban résztvevők ugyanazon a dolgon dolgoznak. Vélhetőleg ugyanazzal a motivációval. Lehetőség szerint minél nagyobb hatékonysággal lehessen megtanulni minél hasznosabb információkat. Hogyha mindenki ezt tűzi ki célként, akkor ebben az oktatói munka hallgatói véleményezése az egy orientációs eszköz, egy iránytű. Jó irányba haladunk-e? Ezt kell-e folytatni? Kell-e valamit változtatni? És én mind a kérdések megfogalmazásánál, mind a megválaszolásánál erre törekednék, hogy lehetőség szerint hasznosítani lehessen a véleményt a jobbító szándék mentén. Ennyire futja most, Bence. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Ez már is több volt, mint amire számítottam, őszintén szólva. És ha bevallhatom, én nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fogunk erről beszélni. Most már 44 perce ugye elindult a stream, és azt hittem én először, hogy annyira sok minden nem lesz, amiről így fogunk tudni beszélni, de szerencsére volt, és nagyon szépen köszönöm ezt a sok információt. Szabad egy kicsit lazábban? Persze. Igen, tehát, hogyha ide hívnak, akkor erre számítsanak. A fizika szakos hallgatók azok tudnak rólam valamit. Ezt én most itt exponálom a széles közönség elé, hogy
jó vizsgázásnak a titka nálam legalábbis az, hogyha a hallgató tud engem beszéltetni. Én nagyon szívesen elmondom az utolsó utáni alkalommal is. Fogadjátok meg. Amiről szó van. Tehát tudják, ez egyfajta betegség, hogy a beszédkényszer az bizony az oktatóban benne van valahol. Tehát elsősorban nyilván én bennem is ilyenkor fogalmazódnak meg a dolgok. Mert van róla egy képem, de jó az nekem is, hogy beszélgetni róla. A hasznos dolog ez mindenképpen. Rendben, hát akkor köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És akkor a következő vendégünk Kelemen Rajmund lesz. Egy fél másodperc múlva visszajövünk, addig is sziasztok, de ne menjetek sehova. Csöpök. Akkor folytatjuk tovább. Köszöntöm Kelemen Rajmundot, a PTA-TTK HÖK külügyi referensét. Sziasztok! Köszöntök mindenkit én is. Üdvözöllek itt a streamben, az első TTK live-os streamed. Remélem megszokod, mert reméljük, még többször fogunk itt beszélgetni. Viszont mielőtt még belevágnánk a gólyatábori dolgokba, azért kérdeznék egy olyat, hogy hányan vannak itt a streamnél, hányan nézik. Haló! Hányan nézik a streamet? Jó, nem baj. Akkor reméljük, hogy ezekben a témákban, amikről most fogunk beszélni, vannak itt érdekelt emberek. Például az első, amit még így el akartam mondani, mielőtt a könnyedébb vizekre evezünk, az a diplomaosztó, ugyanis egy nagy változás történt az előző napokban, új kormányrendelet jött ki, és meg is osszuk a képernyőt mindjárt, hogy lássátok, hogy milyen információk frissültek. Ezt amúgy megtaláljátok a ttk.ptl.hu/hallgatók/diplomaosztó oldalon, de hogyha felmentek a ttk.ptl.hu oldalra, ott az elején a híreknél a diplomaosztó címre kattintva behozza ezt a cikket, ezt az információs oldalt. És hogy mi az új dolog? Amit mostantól van érvényben, az, hogy maximálisan az ünnepségen 510 fő vehet részt, ami azt jelenti, hogy 170 hallgató, 170 végzett hallgató, és 340 hozzátartozó, tehát minden hallgatóhoz két fő hozzátartozó lehet jelen. Ezt amúgy ugye elolvashatjátok, hogyha valaki gyorsabban olvas, mint ahogy én itt előadom a dolgot, akkor nyugodtan halkítsatok le és olvassátok végig. 3500 forint lesz a talár kölcsönzési díja. Ezt június 30-ig kell megtennetek, kivetni magatoknak, diplomás hallgatóknak. Amúgy gratulálok mindenkinek, aki lediplomázott. Ügyesek vagytok, most már nincsen sok vissza. Csak átvenni, amit át kell. De azért folytassuk, tehát a befizetést ti magatok tudjátok kivetni a Neptun befizetések, vagy bocsánat, pénzügyek befizetések menüpont alatt, és ott, ahol ki lehet listázni a fél éveket, ott a listázás gomb alatt van egy ilyen, hogy kiírás, vagy tételkiírás, arra rákattintotok, és ott már egy-két kattintással meg tudjátok ezt tenni. Ezt ott be is tudjátok fizetni egyből, miután kivetettétek magatoknak ezt az összeget. De amúgy ott is van a leírásban. És csak az első 170 hallgató vehet részt ezen, mivel 170 darab talár van, és nem lehet egyikről a másikra átadni. Ugye most még attól függetlenül, hogy korlátozások oldódnak, még attól helyzet van, és 170 talárt lehet felhasználni. Utána azt ki kell tisztítani, stb., úgyhogy ezért nem lesz egy nap több turnus. Ha valaki lemaradna erről a 170 fős limitről, akkor annak
ha be is fizette a díjat, azt értesíteni fogják, hogy lemaradt, és majd szeptember közepén lesz a következő turnus, amikor bevárják a többi későbbi, meg a külföldi, azt hiszem, külföldi hallgatókat is, bár ebben nem vagyok biztos, ezt majd inkább kövessétek az oldalon, meg a PTTK Facebook oldalán, biztos, hogy kirakják ezeket az információkat. Egy kicsit följebb létszi. Igen, itt a hozzátartozó, a két hozzátartozónak szüksége lesz jegyekre, amit amúgy a TTK TO-n tudtok átvenni, és ezt csak a hallgató fogja tudni átvenni, tehát hallgatónként két jegyet lehet venni, amit június 29 és július 2-a között a TO munkaidejében tudtok átvenni. Na, most már egy kicsit sok volt az egy huzamban beszéd. Mi az, ami itt érdekes lehet még nektek? Igen, ez már így megvan. Július 4-én lesz amúgy a diplomaosztó az AOK aulájában. Ha van bármiféle kérdésetek, akkor azt a TO-nak tegyétek fel, és válaszolni fognak nektek e-mailben minél hamarabb. Jó, szerintem nézzétek meg ezt az oldalt, ha még több információra vagytok kíváncsiak, konkrét programleírás, mikortól kell ott lenni, amúgy 11-kor kezdődik, de már 9:30-kor ott kell lenni, ha jól emlékszek, ilyeneket el tudtok olvasni az oldalon. És akkor menjünk tovább, szerintem. Most, hogy elmondtuk ezt a amúgy felüdülést jelentő új hírt, ugye eddig mások voltak a szabályok a diplomaosztóra vonatkozóan. Igen, az udvaron lehet majd fotózkodni a többi hozzátartozóval, de csak kettő léphet be az AOK épületébe. Már csak azért is, mert területileg, ugye ez le van még mindig szabályozva, hogy hány fő vehet részt bent. Azt elfelejtettem mondani, és ez nagyon fontos, hogy nem kell oltási igazolás, tehát anélkül is bemehettek, viszont a maszk használat... Hát azt még megvárjuk, hogy az 5,5 milliót... Igen, tehát hogy elméletileg nem fog kelleni addigra már, de ez is ugye kormányrendelethez fűződik, hogy hány ember tartózkodhat bent, kell-e maszk belső terekben, vagy nem. Tehát ezt majd várjuk meg azt, hogy mi történik, de most szerintem igazából a maszk a legkisebb. Live streamben fogják tolni YouTube-on az Unif TV, úgyhogy ott is lehet nézni, ha valaki nem tudja közvetlenül. Sajnos én a kivetítőről nem tudok, hogy ez előre haladt el, hogy ott az udvaron lesz a kivetítő. Egyelőre inkább vegyük úgy, hogy nem lesz. Hát nem tudom, hogy hány óra lesz pontosan. Hogyha ott megnézitek a programot, de akkor nézzünk bele egy kicsit, létszik, kattints bele, hogy a programoknál mennyi van kiírva, de gondolom akkor nagyjából annyi. 11-kor a kezdés, nincsen konkrétum, hát 2 óra szerintem lesz végigmenni mind a 170 hallgatón. Oké, ha nincsen több kérdésetek, akkor menjünk tovább a gólyatáborral. Dom-dom-dom. Remélem azért vagytok már itt páran, akik a gólyatáborral kapcsolatos hírekre vártok. Lesz egy rossz hírem, és lesz egy pár jó hírem is. Kezdjük a rossz hírrel. A rossz hír az, hogy most itt a streamben nem fogom elmondani a névsorát azoknak, akik eljöhetnek, vagy nem jöhetnek el. Nem akarunk ilyen dolgokkal feszültséget szítani, de a stream után elkezdjük megírni az e-maileket, és akik eljöhetnek, azok is kapnak e-mailt, meg akik nem, azok is. De akkor kezdjünk egy olyan dologgal, hogy úgy látom már ki van vetítve a dolog, nincsen még kivetítve, akkor mindjárt ki lesz vetítve. Itt most amúgy látjátok a hozzászólásokat is, ne zavarjon meg, hogy jobb oldalt is, meg bal oldalt is látjátok. Nézzük meg, hogy milyen pólók lesztek a gólyatáborban. Kicsit nagyobb lesz a repertoár, mint tavaly, ugyanis voltak pozíciók, amikre most külön szint szedtünk össze. Úgyhogy nézzük meg balról jobbra, hogy milyen póló színek lesznek, és az hogyan alakul pontosan így az egész stáb tekintetében. Az első, amit láttuk, az egy zafír kék póló, az az infopultosoknak lesz a pólója. Aztán lesz a piros, a dokiké, szokás szerint. Úgy szintén a megszokotthoz híven feketében lesznek a szervezők. Aztán narancssárgát fognak kapni a pultosok, meg a pizzások, akik majd jönnek kiszolgálni titeket, a szomjúságot, az éhséget.
Ír-zöldben lesznek. Ír-zöld. Figyeled? Ír-zöldben lesznek a szenyorok, ebben sincsen semmiféle változás. Ha valaki nem tudta, eddig is ír-zöldben voltak a szenyorok. Aztán lesz a katonai zöld, military green, ők a szekusok, a nagy darabok, akik vigyáznak a mi épségünkre a kapunál és azon belül. Hát most hogy is mondjam, tehát én erre mondtam egy szép hasonló, vagy egy hasonló színű valamit, ez szerintem ilyen gólyafos színű, de hát valakinek military green lesz. Inkább az. Ez van. Aztán van a Daisy, avagy százszor szép. A járőr szokásosan citromsárga vagy Daisy színű pólóba. Hogyha valaki azt mondja, hogy a citromsárga póló, akkor nem fogjuk felismerni. Milyen citromsárga? Hát de Daisy. Itt olyan nincs. Itt olyan nincs. Akkor lesznek a lilák, és ez egy újdonság, akik a speakerek. Ugye eddig a speakerek fekete pólóban voltak, mint szervezők, de most arra gondoltunk, hogy megtiszteltetés lenne nekik, hogyha külön szint kapnának, nem elválasztva a szervezőktől, hanem kiemelve őket ugyanúgy mindenki közül. Aztán szokásosan az előző évekhez híven, ugye ez 2018 óta szerintem, előtte a sárga volt. Igen, előtte citromsárga volt, de nem, hogy citromsárga, az neonsárga volt a gólyáknak, most már fehér van egy pár éve, és most is maradtunk ennél a fehér gólyánál. És még egy újdonság lesz, az azalea. Konyhanyelven rózsaszín. Ők lesznek a sofőrök, akikből szám szerint kettő lesz idén, ez is változás. Ha már a számoknál tartunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy kiből, melyik csoportból hányan lesznek, ugyanis ez is változni fog idén. Egy kicsit menjünk az elejére, légy szíves, és akkor nézzük újra így át, hogy a pólókat még szokjuk. Infopultosból 9 főt fogunk elvinni. Nem fogok indokolni, ezzel kapcsolatban legalábbis nem. 9 fő infopultos lesz, akik ezt a gyönyörű zafírkék pólót tudják majd fölvenni. Aztán lesz 3 doki, aki amúgy valószínűleg úgy fog, akik úgy fognak részt venni a gólyatáborban, hogy egyik nap egyik kettő, másik nap másik kettő, de lehet, hogy átfedésben egy kicsit az első nappal. A lényeg az, hogy naponta, ha jól tudom, 2 doki lesz. Állandó szolgálatban még hozzá. Igen, igen, állandó szolgálatban, tehát ezt most nem fogom kifejteni, hogy mit, meg miért, meg hogyan, ez majd egy másik, nem is streamnek, hanem már stábépítő, csapatépítő eseménynek lesz a programja. Aztán lesz szervezőből szám szerint 7 darab, ugyebár, mivel 14 darab póló van, és mindenki kettőt kap belőle, ezért 7. Tehát, hogy értitek, ezért lesz 7 darab szervező, mert 14 póló. Aztán ugye, ahogy elmondtam, pultosokból már lesz egy-két, ott az nem fontos, hogy hányan lesznek, az a lényeg, hogy lesznek és kiszolgálnak minket, és nem maradunk szomjan sem pedig éhen. Szenyorokból viszont nagyon nagy változás van. Raja, te emlékszel, hogy tavaly hány szenyor volt? Tavaly 3 darab szenyor volt. És összesen? 6 csapat volt, akkor az azt mondja, 1, 2, 18. Ugye, az 18. És idén hány szenyor lesz? Azért jó volt. Na, meg. Akkor elmondom itt az indoklás, de szerintem ki fogjátok tudni számolni a 48-ból, ha már az előbb elszpoilereztük, hogy mi az algoritmus ennek a dolognak. 48 pólót rendelünk, azaz 24 szenyor lesz idén. Az a tavalyi 18-hoz képest egy kicsivel több. Ki lehet számolni. Nagyjából úgy körülbelül satsz per kb. 6 fővel. De hogy miért is van szükség erre a plusz 6 főre? Ugye azt már bejelentettük nektek, hogy lesznek helyek tavalyi gólyáknak, akik idén is gólyák lehetnek. És azt nem tudom, hogy említettem-e, szerintem ez is újdonság lesz, de a régi új gólyák nem csak a második naptól fognak tudni eljönni, hanem az első naptól, ugyanúgy, ahogy a többi gólya, nem lesznek megkülönböztetve, ugyanaz lesz a program és a menetrend, mint az összes gólyának. Ezáltal több lesz a gólya, alapból is 180 helyett 190 gólyával számolunk,
és plusz rájön még 30 régi új gólya. Nekik majd valami új nevet ki kell találni. Nem akarom mindig azt kimondani, hogy régi új gólya. Valamit kitalálunk rájuk. Kitalálunk. Viszont ez az utóbbi években az egyik legmagasabb gólya. Ez bizony minden előző éves gólyatábort, TTK-s gólyatábort felülmúl, ugyanis ez a 180, 190, volt, hogy 200 is, de 230 olyan nem nagyon volt mostanában. Azért már veteránok vagyunk, de ilyenre nem emlékszünk. Igen, tehát ez még régebben lehet, hogy aktuál volt, az is lehet, hogy nem is Sikondán voltak akkor már, tehát, vagy igen. Akkor még. Ott annyira nem is fér el nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokkal több. Amúgy szia Ádi, most látom, hogy hello, pelikánok! Nekik kellett volna rózsaszint, vagy pinket, nem? Ők lennének a pelikánok. Na, igen, tehát akkor ezáltal megnövekedett a gólyaszám, tehát meg kell növekednie a szenyorszámnak is. Annyit elárulhatok, hogy először ugye gondolkodtunk azon, hogy 7 csapat lesz, és akkor egy külön csapat lesz a tavalyi gólyák összesítve vegyesen, tök mindegy milyen szakról jöttek. Viszont arra a döntésre jutottunk, és szerintem ez már nagyjából egyértelmű, hogy marad a 6 csapat, csak elosztjuk azokat a gólyákat azokba a csapatokba, akik amúgy is jönnének. Itt már lehet, hogy lesz majd egy kis keveredés, és nem mindenhol echte biológia lesz, csak alapszakos biológusok, hanem lehet, hogy egy-két osztatlanos átmegy, hogyha nagyon sok lenne a vegyes csapatban, ahol sok osztatlanos van. Tehát ilyenekre lehet azért számítani. És ezért borzasztóan pozitív hozománya az, hogy egyre több ember tudsz megismerni minél jobban. Pontosan. Hiszen együtt csináljátok. Akár olyat is, aki nem a szakodhoz tartozik. Pontosan. Tehát itt azért így, hogy ne csak olyan emberrel találkozunk, aki majd egy csapatban legyünk, olyanokkal dolgozzunk együtt, akik ugyanazon a szakon vannak. Amúgy erre lesz majd másféle újítás is, nem csak ez. De ezért mondom, hogy itt a 6 plusz fő azt jelenti, hogy minden csapathoz plusz egy szenyor lesz, alias minden csapatban 4 szenyor lesz a 3 helyett. Hogy ugye kicsit még edzzük az agyunkat ebbe a 40 fokba. Ez amúgy nekünk is több lehetőséget adott a válogatásnál, és azt azért elmondhatom, hogy hiába lett több, könnyebben válogattunk be embereket, tehát 6 emberrel ugye többet be tudtunk válogatni, de mégis voltak emberek, akik így kiestek, és mielőtt bárki bármit elkezd erről gondolni, semmi személyes, nem személyeskedésnek szánjuk ezeket a dolgokat, hogyha valakit nem viszünk el. Egyszerűen mérlegeltük a dolgokat, stratégiai szempontból, ki hányadik éve van itt, ki milyen munkát végzett az előző években. Tehát azt, szerintem azzal sem árulok zsákba a macskát, ha elmondom, hogy nem csak a mostani feladatok megoldásai és videók meg határidők betartása volt az elsődleges szempont. Tehát ez egy segítség volt nekünk, egy mankó, hogy tudjuk, hogy amúgy most hogy állunk, ki mit csinál, hogy merre. Ha valakit nem ismerünk, akkor egy kicsit jobban megismerjük. Tehát itt még egyszer elmondom, ha valakit nem viszünk el, az nem azért van, mert személyesen szeretne, vagy személyes problémánk volt vele. Amúgy meg lehet, hogy lesz olyan, aki gólyának el tud jönni. Tehát van olyan ember, aki jelentkezett szenyornak, most gólya volt tavaly, és nem tudjuk elvinni, viszont szeretnénk, hogyha gólyaként ugyanúgy eljönne, mert ugyanúgy jó lenne, hogyha ott lenne. Csak néhány másik dolgot is figyelembe kellett vennünk. Tehát ez minimum 24 változós egyenlet, plusz még benne vannak a szervezőknek a változói, és még benne vannak a különböző egyenleteknek az eredményei. Tehát ez nagyon-nagyon szerteágazó. Viszont azt is elmondhatom, hogy sokkal gyorsabban tudtunk dönteni. Tehát tavaly emlékszek, hogy volt, amikor 3,5-4 órán keresztül beszélgettünk csak a válogatóról, hogy kit válogassunk be, ki volt jó, hogy ment, pontoztunk mindent ugye egyesével ugyanúgy, és a végén kialakult valami szám, azt megpróbáltuk egy kicsit arányosan elosztani, hogy akkor lássuk, hogy ki hol lenne jó. Most ez egy kicsit egyszerűbb volt, és azt elmondhatom, 9 órakor elkezdtük a dolgot, és 10:45-re már végeztünk. Hát nem volt sok, tehát egy óra volt. 10:45, a legkésőbb 10:30-re, ha jól emlékszek, ott már megvolt, utána még volt egy kis adminisztráció, de ennyi volt az egész. Úgyhogy ezeket a listákat, vagyis nem is listát, mert listát nem fogunk kiadni, kiküldjük nektek személyesen, hogy fölvettünk-e titeket, vagy nem. Ezt a délután este folyamán fogjátok megkapni, úgyhogy érdemes figyelni az e-maileket.
Mit is akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Szerintem tovább megyek a számokkal, tehát a szekusokról nem kell említés, pont annyian jönnek, amennyien kell, se többen, se kevesebben, ez olyan, mint a Gandalf. Mindig akkor érkezik, amikor egy kell. Mágus ugye nem késik, nem jön korán. Így van, illetve a járőrökhöz, meg a sárga pólusok hozzátenném, hogy ők segítők is emellett. Tehát azt nem írtam oda, de így, ez az egyetlen hely szerintem, ahol kihagytam, tehát a járőr per segítő, így fogom őket hívni. Van egy járőr per segítő, aki tudna nekem jönni segíteni, vagy járőrködni? Per járőrködni? Igen, tehát ez a belülük 10 darab van. Ez is egy kicsit sok. Ők a mindenesek. Több, mint ami tavaly volt. A tavaly, jól emlékszem, 9 vagy 8 járőr volt. Most viszont szükség lesz a járőrökre, ugyanis, és akkor így már egybekötöm ezeket a dolgokat. Tehát nem szeretném így külön úgy felsorolni, ahogy itt fölírtam magamnak. Idén a fellépőknél, majd mutatni fogom, ismét lesz alternatíva, és szükség lesz a járőrökre éjszaka az erdőben. Az erdőben. Akkor már lássuk ezt, köszönöm szépen, hogy átmentél. Ilyen nagyon egyszerű kis dolgot hoztam itt össze, hogy lássátok, hogy mi lesz a felhozatal. 23-án hétfőn retrót fogunk tartani. Gergő Laci és Náksi fog nekünk zenélni. Abban nem vagyok biztos, hogy jól írtam föl, lehet, hogy Y-nal írja a nevét. Elnézést kérek előre is. Náksi, ő 2000-es években volt nagyon felkapott, és például Budapest parádénak is csinált zenét annó. Gergő Laciról meg hát tudjuk, Gergő Laci hatalmas bulikat szokott csinálni a Sörházban. 24-én kedden kicsit átmegyünk a mulatós részre, legalábbis a színpadon. És akkor most itt bejelentetem szerintem, hogy lesz alternatíva méghozzá a meseerdő. Ez első évben 2 évvel ezelőtt nem volt meghirdetve, és azt láttuk, hogy nagyon bejött az embereknek. Tavaly szerettük volna nagy színpadra vinni, amire én utólag is azt gondolom, akkor még nem gondoltam úgy, de most már azt gondolom, így is, hogy amúgy nem történt meg, mert ugye sajnos tudjuk, hogy mik voltak, hogy a harmadik napot nem tudtuk megtartani. Most bejelentjük, és visszavisszük az erdőbe, nem lesz nagy színpad, megtartjuk a kis misztikusságot. A szűk tereket és a fényeket. A szűk tereket neonnal, körbevéve és elborult zenével. Tehát remélem, nagyon sokan várjátok, viszont azt elmondhatom, hogy ez alternatívaként lesz ott a Harmonic Band mellett, nem pedig helyett. Tehát a Harmonic Bandnél, hogyha valaki elfárad most már egy kicsit, fél órája ott mulatozott, ott keringőzött a barátnőivel, barátjával, akkor most elmegy egy kicsit kikapcsolódni. Lerázni magad. De nem pihenni. Akkor jöhet a meseerdő, és a meseerdőben elfáradt, akkor elmehet pihenni a Harmonic Bandre egy kicsit más zenei stílust hallgatni. Erről azért elmondhatom szerintem, milyen zenéket szoktunk ott tolni, Raja, hogy azért beszéltesselek téged is. Ez egy jól emlékszem, és már pedig én ezekre jól emlékszem, akkor a drum and bass, akár dubstep, vagy hardstyle. Tehát hardstyle. Minden olyan, ami igazán... Goa. Minden olyan, ami igazán rotyogós. És rotyogós, megduranós, kattogós. És most idén valószínűleg lesz techno is minimális. Techno, és ehhez most akkor át is köthetjük az utolsó napra, mert ott is egy hasonló meglepetés. És akkor vigyük át az utolsó napra a beszélgetést. Hát gyontató fülke. Emberek, gyontató fülke jön hozzánk le. Mise után mehetünk a gulyatáborba. Pontosan, sőt, gulyatáborból mehetünk a misére. A gulyatáborból mehetünk a misére. Mindenféle, remélem nincsen senki, akit ezzel megsértünk. Tehát ez a zene, ez zene, ez mulatás. Tehát nem kell ezt rossz néven venni. Gyontató fülke, ha nem ismeritek, akkor keressetek rá YouTube-on. Jönni fog hozzánk és zenélni fog. Az utolsó este, az eredményhirdetés után, előtt, mellett, ezt majd konkretizáljuk, és majd megmondjuk nektek, hogy hogy lesz. És éjfél után lesznek a Millennium DJ-sek. Őket biztosan ismerhetitek akkor, hogyha mondjuk a Szabad kikötőben vagy, akár a Szenesben is bulisztatok. Bizonyám. Nagyon-nagyon hasonló a meseerdőhöz. Kicsit más színvonal, tehát más ők színvonal. Azért már a színvonalat viselik. Azt azért szerintem azt is elárulhatom, hogy a meseerdőben engem fogtok találni. Én leszek a residens DJ,
aki felel a hangulatért és a látványért, és még néhány segítkező. Én fogom őket kábítani, mindenféle szer nélkül, vagyis egyetlen egy szerrel, az lesz a zene és a látvány. Akkor ez már kettő, nem baj. Most már túl sokat számoltunk. Túladagolás lesz. Szóval, 11, kigyok. No politics. Szóval, mi lesz még, Millennium DJ-től kit várhatunk? Tudod pontosan a nevüket? Mert én nem írtam föl. Sajnos ezt én sem, viszont két úriemberre számíthatunk, akik már hosszú éve nyomják ezt és? A műfajt, és az egyik őjük az nem régiben diplomázott nálunk, tehát... Bizony, kémiás hallgató kémiás. Volt, ha és nem is akárhogy szerzett, tehát egy kitűnő hallgató fogja a talpolával. Amilyen kitűnő hallgató volt, olyan kitűnő zenét is fog nekünk szolgáltatni egész bizony. Éjszaka, és amúgy lesznek after partik. Ezt rátok bizom. Hogy gondoljátok tovább szerintem. Menjünk vissza a pólókra egy kicsit, és nézzük meg, hogy még mi maradt. Igen, újdonság, speakerek idén kapnak ugye pólót belőlük, ugyanúgy kettő lesz, mint eddig, és a sofőrökből is kettő lesz, mint nem eddig. Eddig egy sofőrünk volt, most kettő hivatalos sofőrünk lesz. Így van, mert azt az egyet az elképesztő módra fárasztotta ez a... Igen, és nem is bírható úgy, nem biztos, hogy... Ugye neki mindig készenlétbe kell lennie, hogyha valami van, és nem biztos, hogy tud az eseményeken úgy részt venni, ahogy mondjuk ő szeretne. Nem véletlenül van több infopultos is, tehát azért kell ott is a váltás bőven. Ez egy kis könnyebbség mindegyikünk. Gólyákból, ahogy elmondtam, 190 és 30 gólyát fogunk várni. Tehát összesen 220-at, nagyon megy ez a matek ma. És lesznek a pluszba vendégek, de azt szerintem nem kell felsorolnunk, protokoll vendégek, külsős vendégek. Azt viszont meg kell említenem mindenképpen, hogy sajnálatos módon ezzel a létszámmal körülbelül elérjük a tábor felső kapacitás határát. Úgyhogy lehet, hogy olyan nagyon sok vendéget nem tudunk fogadni, gondolok én itt arra, hogy mondjuk valaki felső éves eljönne a gólyatáborba, befizetne 20.000 forintot, és szeretne részt venni, nem biztos, hogy most lesz rá lehetőség, vagy nagyon-nagyon korlátozott számban. Úgyhogy erre majd figyeljetek, amikor kiírjuk, hogy jöhet vendég, akkor minél gyorsabban csapjatok le rá, mert nem lesz szerintem 5 percig kint, és be fog telni. A másik dolog, amit megemlíthetek, hogy drágulni fognak az árak. Sajnálatos módon erre számítottunk, így vagy úgy, de drágulni fognak az árak, vagy inkább úgy mondom, hogy ennyit vagy annyit drágulni fognak az árak. Pontos számokat nem akarok még közölni, mert ez is még képlékeny, és csak annyit tudok, hogy drágulni fog. Azt azért láthatjuk, hogyha lemegyünk a városba, megiszunk egy sört. Mindenhol. Akkor azért nem annyiért veszünk egy sört, mint tavaly. Vagy tavaly előtt inkább tavaly előtt. Sajnos ez az elmúlt másfél évnek egy nagyon rossz hozománya. Igen. Sok minden mellett. Igen, tehát ez lehet számítani arra, hogy drágább lesz a sör, lehet számítani arra, hogy drágábbak lesznek a koktélok, a kaják, a belépő. Tehát ezekre mind számítani kell, hogy drágább lesz. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy mégiscsak úgy jöjjünk ki, hogy ha megnézzük a körülöttünk lévő árakat, akkor barátságos legyen. Sokkal barátságosabb, mint hogyha lemennél a Király utcára inni egyet bárhol. Viszont emellett el kell mondani azt is, hogy gólyatáborba továbbra is szabad hozni. Igen, tehát élelmet és üdítő nem kell ott megvennetek a dolgokat, tehát nyugodtan hozhatok magatoknak alkoholt, frissítő, nem alkoholt, üdítőt, vizet, ennivalót, bármit, ami ilyen túléléshez szükséges. Sőt, ezt javasoljuk is. Bizony, bizony. Mit akartam még elmondani? Pólók, stáblétszám, fellépők, megvan, és akkor elhintenék annyit, hogy lesznek idén változások más területen is, nem csak a számokban, nem csak a pólókban, hanem lesznek új feladatok, lesznek új állomások a bevezetésnél, és a buliknak a minősége is bizonyos szempontból úgymond nőni fog, vagy növekedni fog, és még mindig nincsen minden elmondva, lesznek meglepetések, amire számítani lehet, és olyan meglepetések is, amikről még a szervezők sem tudnak. Csak néhányan. Úgyhogy még te sem tudsz róla. No. Csak szeretnélek titeket felhájpolni a gólyatáborra,
és lassan el is búcsúznánk, szerintem ezzel kéne zárni az egészet, de még mielőtt elmentek, egy nagyon fontos dolog, amit most szeretnék, hogy megnézzetek, megvan a gólyatábori logó, és ahogy láttátok a pólókon, közelebbről megnéztétek, vagy nem, most látni fogjátok közelebbről, csináltunk nektek egy videót, ami nem más hivatott bemutatni, mint az a 2021-es gólyatábor logóját, és ezzel búcsúzok tőletek, legközelebb találkozunk, a stábépítőről, stb. Ilyenekről még beszélni fogunk az adott csoportokban, számítok rátok, hogy gyertek, nézzétek ezeket, várjuk a visszajelzéseket, és szerintem el is búcsúzunk. Jó hétvégét! Gyertek gólyatáborba! Találkozunk a nyáron! Töltsétek ki az UMHV-t! Reméljük, hogy mindenkinek sikerült a vizsgaidőszak. Ja, és ha még nem mondtuk volna, töltsétek ki az UMHV-t! Mit kell kitölteni? Az UMHV táskát. Az UMHV táskát. Tele kell rakni az kitölt UMHV táskát. Na jó, ez nálunk nem úgy sült el, szerintem. Rendben, hát akkor sziasztok még egyszer!